Hogy nekünk kellett hozni egy nagyon erős döntés, meg egy nagyon erős ö, beleállást abba, hogy jó, akkor mi ezt, ezt így szeretnénk, és mi boldogok leszünk. És az biztos, hogy az. Ö az véget vetett volna a kapcsolatunknak, hogyha a gyerekek nem tudják elfogadni Mátét. Volt benned egyfajta szempontrendszer a gyerekek szempontjából? Hát nem arra vagyok kíváncsi, hogy tudod, hogy írtad-e az Excel táblázat. egyik pontján megbuktam. <laughs> Van körülöttetek egy burok, amiben az ember úgy bele akar bújni, és azt mondja, hogy hát én is ezt akarom. Hogy tudtad, hogy a lillával végül is jár egy csomag, ugye ezt így szoktuk magunkról nevezni, hogy akkor ez hogy fog zajlani? Meglátni, megismerni azt, hogy a család az nem feltétlenül a vérségi kötelék, vagy a születési jogán jön lé létre. nőfilter Nők filter nélkül Köböl, Köböl A Spirit Get ready A műsorszámot Anutriverzum támogatja. Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Spirit FM 92.9-en, ez a hashtag nőfilter, nőkfilter nélkül a mikrofonnál köböl Anita. Mai vendégem, és úgy kezdem kicsit rejtélyesen, hogy mai női vendégem, nem más, mint poják Lilla színésznő, szervus, sok szeretettel köszöntelem. Szia, sziasztok, köszöntök mindenkit. És talán nem árulok el vele óriási titkot ezzel már, hogyha itt van a párod is a stúdióban. Gömöri András Mátét köszöntöm, szia, sok szeretettel itt a nőfilterben. Köszönöm szépen a meghívást, férfiként, ugye mindig mondom, hogy ez az igazi exkluzív adás, mert ugye nők kerül beszélgetünk, női kérdéseket érintünk, de nyitottunk egy új irányba, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk a másik oldalra, és hogy férfiként az adott témáról mit és hogyan gondoltok. És, és azért is vagytok ti párként, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok értéket mutatok a közönségnek és a közösségnek, majd sok felé ki fogunk térni, és szerte szerte a téma, de kezdjük egy kicsit az elmúlt egy év elemzésével. Azért is, mert szerintem nagyon sokat halljuk azt, hogy hát ez a COVID időszak mennyi párkapcsolatot megviselt, mennyien tértek külön útra, kiderült az együtt töltött összezárt időben, hogy hát mi nem is passzolunk össze, és ez borzalmas, hogy, hogy hogyan éltétek meg az elmúlt időszakot, ami, ami tényleg ugye nektek is azt jelentette szakmából kifolyólag, hogy, hogy nem volt lehetőségetek dolgozni, tehát gondolom, hogy kellett mindig valami újbóli motiváció, valami, valami inspiráló, amiben mindig találok feltöltődést. Ez nekem nagyon fura igazából. Én is hallottam, hogy uh -huh. nagyon sok párkapcsolatot megviselt a COVID. Ezt őszintén megmondom, hogy nagyon nehezen értelmezem, mert azt hiszem, hogy egy, egy, egy működőképes kapcsolatnak mindenképpen az együtt töltött idő kell, és tesz jót. És én értem, hogy nem vagyunk egyformák, de minden esetre nálunk szerintem az a része nem volt kérdés, hogy, hogy természetesen voltak anyagi nehézségek, olyan problémák, amik a, a megélhetésünket veszélyeztették, mint hogy a szakmánkban szerintem mindenkinek, de hát ezeket, ezeket meg kell küzdeni és tovább menni rajta együtt. De az a része viszont, hogy sokkal több időm jutott az egész családomra, a gyerekeimre, a szerelmemre az együtt idő sokkal több volt, abból biztos voltam benne az első pillanattól fogva, hogy csak kiveszünk és, és nyerünk, és többet Lehet merítkezni. Tőle. Igen, egyébként én is azt gondolom, hogy ez egy érdekes vonulata volt az elmúlt időszaknak, hogy, hogy párkapcsolatok mentek tönkre, mikor végre azt érzett, hogy van időtök egymásra. Máté? Abszolút, ez nálunk ez mi megbeszéltük, hogy nálunk mindig az okoz problémát, hogyha egy bizonyos időnél kevesebbet töltünk együtt, mert akkor egyszerűen akarva akaratlanul elhangolódik az ember, eltolódnak a hangsúlyok az életben, és ez, az, nekünk, az nekünk mindig csak hátrányos volt, hogyha sok időt kellett külön tölteni, vagy éppen csak aludni jártunk haza. Amikor elkezdődött ez a, ez a lezárás időszak, meg ez a, ez a kicsit így ilyen felhalmozás, akkor volt az első hullám idején, hogy mindenki akkor kicsit jobban odafigyelt és bekuckózott. Nekünk ezzel a világon semmi problémánk nem volt, nekünk igazából nem voltak ebből feszülések. Tényleg sok időt tudtunk együtt tölteni, tudtunk együtt reggelizni a gyerekekkel, én tudtam ígyászkodni a kertbe a kisebbik fiammal, pingpongoztunk a nagyobbikkal, illetve hát a nevelt fiaimmal, lillával sorozatokat végeztünk ki egymás után is közben. Az az igazság, hogy valahol azért is jót tett nekünk, ez a szünet, mert a Covidot megerőző időszakban irgalmatlan mennyiséget gyártottunk, sorozatok, filmek, hál' Istennek, tehát nagyon-nagyon hál' Istennek, de nagyon sok volt a dolog, színház, sorozatok, filmek, koncertek. Olyan töménységben kaptuk azt, amit egyébként szenvedélyből csinálunk, hogy egy Kicsit nem mondom, hogy kiégtünk, mert attól nagyon messze voltunk, de egy kicsit elkezdett megfogyni az a kreatív energia és az a szerelem, amiből mi ezt csináljuk, uh -huh. és amiből szerintem ezt érdemes csinálni. És most egy picit pont fel tudtunk töltődni. Pont annyi filmet néztünk, pont annyit beszélgettünk, pont annyi új ötletünk lett, pont annyi régi ismerős talált meg minket, hogy most annyi ideje volt a, a, a karantén alatt, hogy azt találta ki, hogy egy olyan koncertet talált ki, hogy uh, Lillának is egy csomó olyan kreatív energiája meg tudott mozdulni, amit eddig nem tudott ki használni, meg kielvezni, úgyhogy nekünk abszolút egy ilyen inkább feltöltődési időszaknak számított, persze számítva a különböző anyagi vonzatú problémákat, de mi ebből szerintem kivettünk sokat. Igen, és azt hiszem, hogy mi azért egy ilyen, ilyen javíthatatlanul pozitív gondolkodású emberek vagyunk, és a, a az Sőt, egy a... Kicsit, kicsit, ilyen olyan, mint a, ha megvan a bűbaj című mese, akkor kicsit olyan, mint amikor abba így bejön a valóságban a rajzfilm, hogy mi hajlamosak vagyunk, én teljesen Ti ilyen Ti azt mondtátok indokolatlanul... minden nap, hogy holnap vége, holnap vége, holnap nem, vége. Nem, nem, nem. csak nem 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 is. Inkább, inkább kárpediem és megélni uh -huh. a jelenben a szépet, azt meg, hogy mondjuk, oké, holnap azt még miből fizetjük, ez majd, 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 majd biztos, majd vigyáznak csak csörgött a telefon, hogy akkor most van egy ilyen videós projekt, és akkor egy kis apró pénz van belőle, és, és, így látod, mondtam, és tényleg tök a, jó. a, nagyon vicces módon, tényleg mindig a, a, a szélén arra szolgatva, de uh -huh. valahogy elmentünk mindig a következő napig. Nekem meg volt már a két munkám, hogy hova megyek. Tehát nekem, nekem úgy volt meg egyébként a múlt év nyaram, hogy már meg volt beszélve, van egy kedvenc uh, éttermünk, ahol szoktunk járni a Lillával, és van egy kis robogóm, is, és én már nekem meg volt beszélve, hogy másfél hét múlva kezdek motoros futárként. És a világon semmi baj. nekem nem esik le gyűrű hogyha bármi mást kell csinálni, mert a színház, meg a szerelem munkák előtt én tűzéptelepen, meg csirketelepen dolgoztam, tehát hogy ezzel uh -huh. nekem nem volt gondom. De pont mielőtt elkezdtem volna dolgozni, egyszer csak besörgött a telefon, és akkor jött egy csongor és tűnődbe bemutató pont abban az egy hónapban, amikor ki lehetett nyitni egy kicsit. Aztán utána, amikor az is lecsengett, akkor utána egyszer csak jöttek olyan ö, színházi felvétel, ö, felkérések, hogy akkor vegyük fel ezt az előadást, vegyük fel azt az előadást, hogy mindig pont annyit, annyit vigyázott ránk a jóisten, hogy egy kicsit tovább tudtunk menni. Azt kellett megbeszélnünk magunkkal, hogy ezen nem vagyunk hajlandóak görcsölni, és nem vagyunk hajlandóak a, a több negatív energiát beengedni, viszont azt meg, amit kaptunk ettől, hmm. azt a kicsit kényszerű, de közben meg csodálatosan megélt plusz időt, és együtt töltött időt és lehetőséget, azt meg megpróbáljuk kiélvezni, úgyhogy e, fura mondani, hozománya, hogy... hozománya, amit átmenekítetek ebből az időszakból a jövőre? Biztos ugye, vagyok benne. Van két kontraszt most előttem, ugye, hogy egy nagyon impulzív, intenzív életet éltetek előtte, most ugye jött egy kicsit a lecsendesedés, és akkor ebből a csendes és nagyon jó egymásra találásból a, köv... a jövőben Intenzív életetekben menekítetek át valami? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat. És hát nem, nem csak mi találtunk egymásra ketten, hanem igazából négyen kapcsoltunk rettenetesen erősen össze. Én nekem amúgy is nagyon-nagyon erős a kapcsolatom a, a fiaimmal, Máténak is, de de ez az összezárás, meg konkrétan az, hogy kulcsra zárták ránk ugye a, a kaput, és hát van egy kertünk, tehát annyival szerencsésebbek vagyunk, mint Igen. azok, akiknek nincs, hogy mondjuk a, a levegőre ki tudtunk menni a legnehezebb időszakokban is. De de az, hogy én ott tudtam lenni a gyerekeknek, ha kellett segíteni ebben az online iskolási időszakban, hát ami, ami, nem, ami nem, nem volt egyszerű az, hogy teljesen mondjuk rá tudtam tenni magam arra, amire már évek óta szerettem volna, hogy teljesen átalakítsam az étkezésünket, kivettem a fehér lisztet, cukrot teljesen mindenkinek az étkezéséből, a kicsi éppen a kis kamaszos súly problémákkal küzdött, át, megreformáltam a kajáját, már Azt például megoldottuk teljesen egy, a covid alatt, neki egy olyan edzést tervet, hogy egy év alatt minden súly feleslegétől megszabadult, és most teljesen penge. Az, hogy, az, hogy ők jobban rendben vannak fejben, mint előtte bármikor, hogy, hogy, hogy 0 ben a ott jó. tudtunk lenni egymásnak, ez, ez nagyon-nagyon sokat adott. Viszonyatosan jó egymásra hangulódást érzek ki akkor a szavaitokból, hogy majd még inkább megerősítette az egyébként is jó és stabil kapcsolatotokon. Nekünk egyébként is így indult ez a kapcsolat, hogy nekünk kellett hozni egy nagyon erős döntést, meg egy nagyon erős ö, beleállást abba, hogy jó, akkor mi ezt, ezt így szeretnénk, és mi boldogok leszünk, ö, mi így vagyunk boldogok, és... Ö, és ez abszolút csak megerősített minket. Annyira aranyos volt, amikor az előbb azt mondtad, hogy nevelt fiaim, nekem ez nagyon szívet melengető volt, és először Lidlára nézek, hogy, hogy gondolom, és éhi biztos vagy benne, hogy anyaként nagyon fontos volt, hogy a választott férfi a gyerekeiddel milyen viszonyban van. Meg volt az első pillanatban az összhang, vagy a gyerekek esetleg a kardoskodtak még az elején egy kicsit kíváncsi vagyok, mert tudod, ez, ez mindig ott szokott lenni a levegőben, hogy vajon a férfi a gyereke hogyan találja meg a közös hangot. Mert az biztos, hogy egy döntési pozícióba kényszerít téged is, és a nőt is. Az mindenképpen vízválasztó volt, és az biztos, hogy az, az véget vetett volna a kapcsolatunknak, hogyha a gyerekek nem tudják elfogadni Mátét. Ez, ez alaptézis. És hát... Alapvetően tehát beszéljünk arról, hogy van az apjukkal egy nagyon jó viszonyuk, és ez a viszony nem hogy nem sérült a vállástól, hanem szerintem egy kicsit még harmonikusabb is lehet, mert sokkal több volt a konfliktus már otthon annál, mintsem hogy, mint hogy ezt tovább lehessen görgetni, és tényleg a, ez volt a jó megoldás akkor, hogy, hogy mi külön folytassuk az életünket. Azt az elején tisztázva és rendben rakva a gyerekeknél, hogy mindenki imádja őket, és én nem hiszek semmilyen szinten a a, gyerekekkel való bosszúállásban, vagdalkozásban, tehát szerettem volna, hogyha az egy, az egy szép és működő viszony. Természetesen a, a, a két, két, lakiságban sem hiszek, tehát a, a, családunknak az otthona az ott maradt, ahol mi maradtunk. Zsolt viszont bármikor találkozhatott, találkozhat velük, és, és természetesen nagyon-nagyon jó viszony van a, a, az apával, de, de azt is megbeszéltem velük az elején, hogy biztos lesz majd valamikor, valakit, már Máté még képben nem volt, és egyáltalán nem is terveztem, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen hamar bárki is az életembe furakszik, vagy ilyen, 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 ilyen megkérdőjelezhetetlenül így megjelenik, és nem lehet mit csinálni vele. Tehát éppen elkezdett nekem ez megtetszeni, hogy, hogy le most van az az időszak, hogy nekem meg kell élni azt, hogy én, én, egyedül is képes vagyok rá, hogy, hogy viszek a két gyereket a hátamon. Tehát tényleg egy olyan időszakban érkezett, amikor ennek egyáltalán nem volt ott az ideje számomra, vagy nem kerestem, csak úgy, úgy jött, és aztán ott volt. De ettől függetlenül én az elejétől fogva beszéltem a gyerekekkel arról, hogy biztos lesz majd, valaki valamikor, és, és, ő nem apa helyett apa lesz, mert apa van, de, de lesz egy olyan felnőtt, akit majd, majd el kell fogadni, és meg, be kell engedni. És azt is megdumáltuk, hogy majd mondtam, hogy ha, ha háromnál többet randizom valakivel, akkor azt bemutatom, és akkor véleményezheti. Már ha a harmadik alkalom után, tehát ezt te magad, én, én, akkor, akkor ez volt a, a mondás, mondom, hogy senki nem volt se, nem semmi. Nem se igazán komolyan Nem, ebben. nem, nem, de, de a gyerekeimmel viszont volt egy olyan jó viszonyom, és, és erre nagyon büszke vagyok. Az elejétől fogva én úgy kommunikáltam velük már, mikor nagyon kicsik voltak, és próbáltam őszintén és tisztán kommunikálni a helyzeteket, a, a, nehézségeket is folyamatosan kommunikálni álltuk, nem, nem így derültékből érte őket a, a döntés, hogy akkor itt most vállás vagy vagy uh -huh. különköltözés. Végig jöttek velünk az úton, és szerintem ez sokkal jobb volt, mert ők is ott tartottak addigra. A, ahol, ahol mi, és azt mondták, hogy igen, ez, ez, lesz a jobb döntés. És ha még nem is jártál abban gondolatilag, hogy, hogy majd, ha jön egy férfi, és ő a te társad lesz, és igazából úgy kérdezem, hogy már nem is álltál még készen arra, hogy befogadj egy férfit az életedbe, volt benned egyfajta szempontrendszer a gyerekek szempontjából? Hát nem arra vagyok kíváncsi, hogy tudod, hogy írtad-e az Excel táblát, bár egyébként ismerek de írtam. hogy, hogy mi, mi, volt a fontos? Hát gondolom, hogy ezért azért eljátszottál ennek a gondolatával, hogy milyen férfit tudnál elképzelni magad, mert a gyerekek szempontjából, mert hogy milyen férfit szeretsz az is egyébként sokszor két különböző is lehet. Akár nem, szerintem. a gyerekek szempontjából egyetlen nem képzeltem el férfit, nagyon őszintén megmondom, hiszen van apjuk és van anyjuk. Tehát nekem a, a, szempontrendszerem az Excel tábla fejemben, ami nagyon erősen megvolt egyébként. Na, azon, Na, <laughs> egyik pontján megbuktam. Tehát, hogy, hogyha az lett volna a feladat, hogy írj egy olyan listát, aminek egyetlen pontján sem felel meg Gömöri András Máté, akkor Lilla megírta ezt ne, a listát. Ne, azt hittem, azért nevettél fel annyira, mert hogy ha ez olyan bagatelnek tűnik, hogy van nem, egy nem szempontrendszer, de akkor nem. erről Volt, és mindegyiken volt. elbuktam. Igen. Hát természetesen, hát ugye soha nem, nem jutott volna eszembe nálam fiatalabbak kezden, így itt kezdődik. Zsolt után eldöntöttem, hogy szakmabeli az biztos, hogy nem. Legyen, egy, legyen egy, egy, értelmes olyan egzisztenciája, ami, amiben hátra lehet dőlni, és akkor így, így meg lehet nyugodni. Semmi? Semmi most a közben rázom. Egyébként, egyébként valami olyan rendes, jó szakmája legyen valami ilyen diplomás ügyvédjogász, fogorvos, de mindegy, nem akarok nem, akar, nem akarok, nem, akarok felső, de hogy valami, valami értelmiségi, és egyébként ne, igen, hát a töb, többi most így nem jut eszembe, de nem... nem. Volt még valami, ötre öt emlékszem, de nem, a nem az, hogy egyik sem volt meg. Nem azt hogy... hogy egy ilyen kigyúrt macsó, mert egyébként erre se kattanok. Tehát, tehát, amúgy, én, amúgy, amúgy ez nem, ez nem hát, az nem, azért nem azért... volt akkor egy könnyű út a bátilnak, ahogy é, érzem. Igazából... Én, én az... szeretem a veszett ügyeket, ilyen, mint ahogy a Clark Gable mondta, az elfújta a szélben, a veszett ügyek a igen. És akkor megjelent ez a srác, elkezdtünk együtt próbálni, és láttam, hogy így azért így, így próbál meg hoz kávét, meg, meg nyomulgat, de azért rögtön meg Akkor még nem zelén, hogy, hogy Te már akkor tudtad, amit Én ő még nem tudtam. is sejtett. Na, ne! Ő sokkal hamarabb kinézett magának, és állítólag eldöntötte, hogy ez neki kell egy életre ez a nő. Én meg még így legyingettem, hogy jó, hát jó, ez, ez, ez nincs, ez, ez nem komoly. És aztán... Jó, akkor mi volt az végül is ezek után, amivel a Máték képes volt aztán annyira levenni a lábadról, hogy nem tudom, hogy harmadik vagy negyedik alkalommal bemutatta de a gyerekeknek, hogy mint idők is segítsenek, de hogy ma ott tartotok, ahol tartotok. Tehát, hogy mi az ő varázsereje? Hű, <laughs> hát éjszakákat beszélgettünk át, és, és valamilyen nagyon-nagyon hihetetlen, tényleg ilyen, Hát ez a szerelem első látásra történt, meg csak egy, egy jó ideig próbáltam ezt Csak magamnak. sétálgattam előtte egy darabig. Maga, magamnak mantrázni, hogy ez Ittetsz nincs, ez nincs. Igaz? Hál' Istennek, amikor megismertünk, nem tudtam még, hogy mennyi idős, tehát így annyira elmentünk egymás mellett a színházba, és hogy nem voltam teljesen képbe azzal, hogy sokkal idősebbnek látszik a koránál, és mikor kiderült számomra, hogy ez mennyi az annyi, addigra már benne voltam nyakig, és nem lehetett kimászni belőle, de, hát, <coughs> de, 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 hát akkor is, akkor is még, még nagyon sokáig mondtam, hogy jó, akkor most én most abban az, abban az élet szakaszban vagyok, ahol, ahol élvezem, amit, amit, kapok, és ez jó, de hát ennek nincs létjogosultsága, ennek nincs jövője. És addig mondta, hogy, 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 hülye vagyok, hogy aztán a végén így egyszer csak nem, jelene, nem csak jelene volt, a kapcsolatunknak, hanem elkezdett jövője Mi és, volt az, ami, ami benned ezt a gátat felhúzta ilyen erősen? Amiért te lebeszélted magad arról a férfiról, aki viszont teljes erőbedobással meg akarta hódítani a szívedet, és jött, és jött, és jött, és Hát otthon. valószínűleg az, hogy egy, egy húsz éves kapcsolatot zártam le éppen, két uh, kisgyerekkel, akkor még ez egy, egy kamaszodóval, meg még egy, még egy nyolc évessel, aki azóta már 14, és uh, és hát egy, de nem, egyszerűen nem, nem, voltam sem nyitott, sem nem tartottam itt éppen, éppen még a sebeimet nyalogattam, és, és, próbáltam magam újra definiálni egyedülálló nőként, és hirtelen aztán nem, nem, történt meg az a definíció, hanem már, már egy, egy teljesen másik kapcsolatban levő, levő nőként kellett magamat definiálni. Hát érte, amikor szembesültél ezzel a négy kötőjel öt pontos rendszerrel, amit nem tudom, hogy Lila végül is így ja, első pillanatban -te, akkor, akkor, te úgy felszívtad magad, és azt mondtad, hogy már pedig mindenképpen meghódítom, vagy, vagy haza kellett menned egy picit meditálni rajta, na, akkor hogyan tovább? Tehát mit éreztél magadban? Na, akkor? Kérdés, működés, működés. Á, hogyha ez... Ha ez uh bármilyen szinten agymunka lett volna, vagy, vagy egy észszerű döntés, vagy egy olyan, olyan dolog. szoktuk ezt a hasonlatot mondani egymásnak Lillával, mert mind a ketten borzasztóan tudatosak vagyunk sok szempontból, csak nem szeretem ezt a szót használni, mert nagyon el van manapság, de hogy mi nem akarunk egymásnak a, a, a korpás kifli lenni, mert hogy ez az okos és az a jó választás, hanem mi egymásnak a, a, a nutellás croissant voltunk, ami nem jó döntés, ami hízlal, és ami, amitől elvásik a fogad, de azt akarod, és kész, és a, a, azt, azt szeretnéd, és pont. E, se, semmilyen semmilyen józen észérv nem szólt mellettünk egyébként. Tényleg. Hatalmas körkülönbség, teljesen más elvárások, teljesen más családi helyzetek és viszonyok, két gyerek, nekem még kvázi semmi tapasztalatom gyerekneveléssel. Én, én árva, árvaként kerültem fel Budapestre, tehát nekem is ilyen teljesen más világnézetem van. Ő győri, én borsodi, tehát hogy az ország két másik véget, két teljesen különböző kultúrkör. Viszont volt valami olyan, olyan öm, sorszerűség a találkozásunkban, meg a beszélgetéseinkben, meg abba, hogy ö, ahogy egymásra találtunk, amivel ne, nem volt vita. Azért kellett összeköltözzünk nagyon hamar, három hét, egy hónap Igen, nagyon, után, nagyon mert hamar. egyszerűen az volt, hogy próbák meg közös munkák után ö, hazament letenni a gyerekeket, és akkor vagy én megvártam, vagy átmentem hozzá, és beszélgettünk reggelig. És mind, egyszer csak azt vettük észre, hogy hetek óta két-három órát alszunk maximum, ami azt eredményezé, főleg énekes, akkor éppen egy műzikát próbáltunk, és énekes színészként, hogy elkezdtünk lerekedni a második hét végére, nem, nem tudtunk. tudtunk koncentrálni, de, nem tanultunk szöveget egymás nélkül lenni. És szóval... nem tudtunk egymás nélkül létezni. Úgyhogy azt mondtuk, hogy jó, ez most akkor hozunk egy döntést, mert ebbe bele fogunk dögleni effektív, mert nem alszunk. És akkor egyszer csak így az lett, hogy, hogy akkor oké, akkor költözünk össze. De hogy ez sem egy Ilyen, ez sem egy ilyen megvitatott dolog volt, hanem egyszerűen nem lehetett máshogy. És, semmi okosság nem volt. Tehát, hogy ebben semmi, semmi, semmi ész, észmunka nem volt, hanem hanem ennek Abszolút, így kellett lennie. Ilyen Abszolút, és egy ilyen, egy ilyen sorszerűség volt ebben a dologban. Aztán utána persze, amikor elkezdődött ez az összecsiszolódási folyamat, és amikor úgy rádöbben az ember, hogy bizonyos helyeken ez a puzzle még nem illik össze, de összeillhet, hogyha rajtunk múlik. Akkor elkezdtük ezt a közös munkát, meg ezt az összecsiszolódást. De tulajdonképpen ebben is az volt a legnagyobb segítségünkre, hogy a, az alapvető világszemléletünk az megegyezik, miközben ízlésben, meg egy csomó mindenben szögesen más gondolunk, de valahol mindig megtaláljuk azt a, azt a közös meccéspontot, amiben meg tudunk nyugodni, és amiben tudjuk támogatni egymást. Egyrésztről, másrésztről pedig olyan személyiségjegyeink vannak, amiben mind a ketten tudunk folyamatosan tanulni egymástól. Tehát egy ilyen folyamatos oda, adókapok és egy folyamatos vannak olyan pontjai a személyiségünknek, amiben a másikra fel tudunk nézni. És amikor például Lilla mondjuk zeneileg dolgozik valamin, most éppen egy, egy új dalon dolgoztunk, és, és kérte a véleményemet, de közben amikor beleveti magát a munkába, akkor én én tényleg tehát a tudom nézni, hogy milyen szakmaisággal, milyen profizmussal dolgozik valami, milyen elképesztő tehetséggel, hogyan áll hozzá, akkor ilyen ragyogó szemmel tudok felnézni rá, és ez fantasztikus érzés nekem, és közben meg azt, azt is érzem, hogy amikor én, én a, a, kis kicsit konzervatív, kicsit ódivatú férfi gondolkodásommal egy helyzetet megoldok, vagy nekiállok egy versenyfelkészülésnek, és hogy akkor, amilyen támogat, társsal ő mögöttem áll, meg van mellettem, és őt látom, hogy tényleg hisz bennem, és látom, hogy fel tud nézni rám, akkor ez így egyszer csak kiadott egy olyan működőképes kapcsolatot, ami, aminél nincs kérdés. Azt érzem, ahogy hallgatlak titeken, hogy van körülöttetek egy burok, amiben az ember úgy bele akar bújni, és azt mondja, hogy hát én is ezt akarom, és, és annyira szeretnék, hát nem ennek a részese lenni, hanem ugyanazt átélni, amit ti átéltetek együtt. Mennyire húzzátok a közeget, vagy a, a környezeteteket magatokkal? Tudom, hogy nem ez a fő profilotok, de azért mind a ketten jelen vagytok például a közösségi oldal, mind a ismert emberek vagytok, megjelentek rendezvényeken, különböző újságokban, tehát gondolom, hogy azért csatlakoznak rátok, hogy az a példa, amit ti képviseltek, arra van a csatolás a külvilágból, hogy, hogy úristen, hogy de jó, hogy ezt így megmutatjátok, és, és itt vagytok nekünk, mert nekem is erőt ad. Nem akartunk direkt példa lenni. Tehát azt hiszem, hogy az ember egyszer csak azt veszi észre, hogy példaképé válik esetleg valakiknek a szemében, akarva akaratlanul, mert ezt nem hiszem, hogy ezt így el lehet dönteni, hogy na, én most akkor példakép leszek, vagy, vagy példát mutatok a létezésemmel. Élünk úgy, hogy, hogy másnap reggel még mindig jó legyen belenézni a tükörbe, erre elég büszke vagyok, azt hiszem, hogy vagy direkt nem bántottam senkit soha, biztos véletlenül sokszor, de, de nem tartom magam. Egy nagyon-nagyon határozott embernek tartom magam. Közben tele vagyok bizonytalansággal, de azt, azt, otthonra megtartom, de, de nem, nem tartom magam rossz embernek, vagy gonosznak, és, és ezen, ezen igyekszem is dolgozni, hogy így legyen. Azt hiszem, hogy mát is hasonlóan van, van összerakva, sőt egymásnak a, a gyengeségeit, vagy... vagy, vagy Rossz tulajdonságait is szerintem szépen csiszolgatjuk, és, és segítünk azokat leválasztani, és jó hatással vagyunk egymásra, de ettől függetlenül azt csak így fokozatosan vettük észre, hogy ez valakiknek minta vagy példaként szolgálhat. Bár természetesen az is egy nagyon komoly felelősség, amikor az ember érzi, hogy ő, ő példaképé válik valakiknek a szemében. Például. Egyszer csak így a, a, a kétségbe esett élet szakaszaim váltásából adódóan, vagy azért, mert hoztam bátor döntéseket, és mertem vállalni a boldogságot, azt vettem észre, hogy nagyon sok nagyon sok ilyen 40 közeli nő ö, példaként tekint rám, és, ö, és abból merít erőt, hogy lehet tovább menni, és lehet igenis boldognak lenni, és nem kell elsüllyedni, és nem kell megsavanyodni. Pedig, pedig soha nem akartam ilyen, ilyen minta lenni. És Máténál ugyanúgy ez az egész ö, számára nincs lehetetlen, amivel egyébként a két gyereknek is olyan, olyan utat mutatott, és olyan, olyan példaképé nőtt fel, egyre több embernek ugyanígy példa, és azt látom, hogy, hogy egyre többen követik azért, hogy belőle erőt merítsenek. I egymás között egyébként ezt, ez volt, hogy leültetek és megbeszéltétek és kommunikáltátok, hogy ez a bátor döntés, amit meghoztok a külvilág felé, vagy akár egymással szemben is, mivel jár, mi az, amit mérlegeltek egyben. Mert azt és nem is erről szeretnénk beszélni, mert nem, nem célunk egyáltalán, de hogy, hogy annyira előítéletes társadalomban élünk, hogy olyan jó, amikor, amikor meg tudjuk mutatni, hogy, hogy ez az előítélet az valahol nagyon rosszul leledzik, és hogy nem abból kéne kiindulni. Sokszor, és inkább a kérdésem talán a Lila felé, miatt is érdekes és izgalmas, hogy, hogy mi nők lebeszéljük magunkat, hogyha van egy fiatalabb férfi, aki szeretne udvarolni, hogy gyártjuk a kifogásokat, hogy de miért nem, mert, mert biztos mit akar, meg hogy gondolkodik, meg abból úgyse lehet komoly. Ő is prób próbáltad hajne, is. Én gyártottam is, ahogy Te Te ugyanígy benne voltál? Hát nagyon sokáig. Nagyon sokáig a, a az, első csóknál, uh, az első csókunknál, hogy az első csókunk után uh, Lilla egy picit uh, spicces volt, nevezzük de, de így. Rá, súl, úgyhogy szinte soha nem iszom, tehát de te tényleg, tényleg soha. Kellett egy kis feszültségoldás ezek szerint. Nem, nem tudtam, hogy ez így akkor meg fog történni. Én elmentem lazítani a lányokkal, ez még szerintem az elmúlt évek feszültségének a kieresztése volt, és aztán ő megjelent, még mindig nem, Előadás volna. Után, még mindig mentem, nem álltam volna. után utána mentem, vele, szóval, és hogy ez nem úgy e történik meg. tekiláztak a barátnőivel, és én is megittam velük egy tekilát, aztán beszélgettünk, utána végül is megcsókoltam, és utána folyamatosan azt hajtogatta, hogy jó, hát, de tudod, hogy ez nincs. Ő, jó, 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 de tudod, hogy, ez, ez, ez nincsen, ez tudod, hogy ez nincs. És ugye ezt hajtogat, és egy idő után mondta nekem, mondom, jó, jó, majd, egy kicsit, egy kicsit, gyere már erről, tudod, hogy ez nincs témáról. Szóval igen, ő is próbálta lebeszélni magát a boldogság erről a boldogság opcióról. És aztán másnap egy fájdalmas kiózanodás után természetesen még azért így, így, ez hetekre vissza is vetette a dolgot, mert, mert ja. utána, utána így elkerültem meg. Eltávolott Tehát tényleg, 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 volt, volt melója. Vele, hogy, hogy és egy kicsit eltávolodtunk viszont attól a kérdést, hogy így a beszélgetésünk első tapjának a, a végénél kanyarodjunk kérlek vissza oda, hogy a Máté, mint apuka vagy pótapa, hogy te erre készültél tudatosan, hogy tudtad, hogy a hogy tudtad, hogy a lillával végül is jár egy csomag, ugye ezt így szoktuk magunkról nevezni, hogy akkor ez hogy fog zajlani? Tisztában voltam, mindenkinek van egy pakja, és sokat beszélgettünk még egyébként a, a korrepetitori szobában, ahol a zenéket a, a aktuális a műzikának a zenét tanultuk, akkor mindig az volt, hogy egy fél órát körülbelül tanulgattuk a dalokat, majd utána beszélgettünk másfelet, és tudtunk egymás csomagjairól nagy részt. De nekem ez... Euh, én amikor elkerültem a borsodból, a, akkor már egy fiú kollégiumban laktam évek óta, így nagyjából egyedül, meg ilyen így saját lábamon egy, egy sportáskával. nekem álmom volt az, hogy legyen családom, az, hogy legyen, aki számít rám, és legyek, akire számít, legyen, akire számíthatok. És azzal is tisztában voltam, hogy nekem akkor lesz majd még egyszer újra szép karácsonyom, vagy újra szép ünnepeim, vagy ilyen valahova tartozás érzésem úgy igazán belül, amikor majd a saját családom fog hazavárni. És Pontosan azért, mivel, mivel hamar árva lettem, meg nagyon korán kellett szembenézek nagyon sok olyan viszontagsággal az életben, ami egyébként még a, a család nagyobb tagjainak lenne a dolga, hogy felfogja ezeket a viharokat. Emiatt nekem emiatt nyilván nem véletlen az, hogy hogy, hogy a Lillával együtt vagyunk, mert nekem fel kellett nőnöm nagyon gyorsan. Lelkileg is, fizikailag is nagyon sok feladathoz, és amikor ez a helyzet így előjött, hogy, hogy igen, akkor itt, itt van két kicsi gyerek, akkor nekem én azt éreztem, hogy ezzel így szerintem én ezzel meg tudok birkózni, hogy ezzel nekem nincsen problémám. Előtte is sokat foglalkoztam gyerekekkel, színházi nevelőtáborok, ilyen játszótáborok, meg mindenféle téli ilyen-olyan ilyen dolgok, de, de én ezt tudtam, hogy ezzel, ezzel ezzel nekem nincs baj. Tehát én mondtam, hogy ez van, oké. Okay, Hájunk enn... bele. Megyünk tovább. És ráadásul... Uh emlékszem, bocsánat, csak még ez az egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy egyszer a, a, két inas miután bemutatott nekik Lilla, utána másnap elmesélt, hogy este ültek a kádban, akkor még nagyon kicsik voltak, ugye együtt fürödtek, és ültek a kádban, és nagy habos fejjel megvitatták komolyan a két kisfiú, hogy Há, ez a Máté, ez egész jó fej. Hát tulajdonképpen oh, igen, igen, maradhat. Fogta, fog, folytattak erről, igen. legyen meg őket. Férfiként egy olyan nőnek udvarolni, akinek azért már van egy vagy több gyermekem, az az milyen gondolatiságot indít el benned a jövőre való tekintettel, és azért szeretnék még egy kicsit ennél a témánál időzni, mert ugye én is, mint egyedülálló anyuka, azért próbálom kinyitni a szívemet például a jövendőbeli társam felé, és nagyon-nagyon sok nőtől kapok üzeneten, hogy 5-6 évig is elteltek akár úgy, hogy nem találták a párjukat, mert nagyon-nagyon nehéz szűrő a gyerek, mint olyan. Ez amúgy azt gondolom, hogy érthető is, főleg úgy, mm -hmm. Anyaként és a női oldalról, hogy egy picit a férfi oldalra engedj betekintést kérlek, hogy annyira más és különleges érzés másnak a gyermekét szeretni befogadni, elfogadni és a magadéként kezelni, vagy ez azért egyénenként, tehát valamennyire persze egyénenként is változott, de te például hogyan gondolkodtál erről? Ez egy borzasztóan nehéz dolog. Én, mint mondtam, már ugye már említettem, én egy férfi, tehát a klasszikus férfi kép szempontjából én, én ódivatú, vagy klasszikus, vagy konzervatív gondolkodású vagyok, bármelyik szó is tetszik éppen. Emiatt volt az, hogy én, én, lánykér, én megszerveztem a lánykérést, én elkértem az anyjától Lillát, megbeszéltem a, fér, a család legidősebb férfi tagjával, ami adott esetben Lilla tesója, fiú tesója, és én, én kikértem a családtól a lányt, akit feleségül akarok kérni és csak utána mentem és szerveztem le a lánykérést, hogy az hogy legyen. Eszméleten. Én akartam esküvőt, tehát hogy nekem, nekem ezek, a, ezek a lépcsők, ezek fontosak. Ezek tartást adnak, ezek a szokások, ezek a hagyományok. Ezeket bizonyos dolgokban egy férfinak szerintem meg kell tartania. Na már most manapság nagyon-nagyon kevés férfitársam van, aki hasonlóképpen gondolkodik egyébként. Azon kívül pedig borzasztóan önzőek lettünk mi férfiak is. És egyébként ez nagyrészt uh, sajnos nektek köszönhető, már mint nőknek. Mert, Úgy uh, érzed, igen? Abszolút. Mert el, te, teljesen, el teljesen elvannak, elvannak, és el vagyunk kényelmesedve. Igazság szerint, ha belegondolok, akkor megnyitom, mondjuk most megnyitom, megfogom a telefonomat, letöltök három appot, kettő percen belül 25 randin, uh, bolt 10, bármikor uh, működőképes lehet. Tehát, hogy kihalóban van az udvarlás, abszolút, mint olyan. Mert... Abszolút. De, de, mi, de, miért tehetnek erről a nők? Várjál, hát most meg Kell egy nagyon, kicsit könny akadikus. nagyon, könnyen a, a, a kaphat, Nagyon könnyen kaphat, na, Sokan könnyen kaphatóak neki. sajnos. És ez, ez egy olyan... Ez egy olyan, ö, olyan olyan, könnyebbségé szerintem manapság férfinek lenni, úgyhogy hogyha ha partnert szeretnél, vagy partnert keresel, nagyon könnyű. De, de ez abban teljesedik ki, hogyha azt mondjuk, hogy könnyen kapható egy nő, hogy az első együttlétre túl hamar kerül sor. Nem csak, igazából a nem kell érte megküzdeni érzés. Hát igen, ez a jó megfogalmazás. E, nekünk az is, az is biztos, hogy, hogy jelentősen számított, hogy én nem tudtam, hogy hogy kell ma ismerkedni, hiszen, hiszen az elmúlt húsz évben nem volt rá szükségem, nem volt erre a tudásra szükségem. Annó is olyan fajta voltam, aki ilyen kis herceg is azt mondja, hogy küzdjértem és hódíts meg, és, és majd aztán egyszer csak meg a én, én ez a fajta voltam, ez nem változott utána sem, és nem is szándékoztam rá. nem kezdtem el hirtelen randi apokat letölteni, amikor egyedül maradtam például, mert nem eszembe nem jutott, hogy én, én ilyen módon fogok majd pasit fogni, hanem hogy majd majd megtalál a herceg fehér lovon, és majd meghódít, és majd hoz virágcsokrot, és, és aztán akkor a szerencsén volt, hogy jött egy herceg, aki kereste a meghódításra váró herceg kisasszonyt, és én pont ott voltam kéznél, de, de, de értem, meg kellett küzdeni, és szerintem tényleg Igen, nagyon de sok az férfi... az a küzdés az esetedben ugye végül is magát az elutasítottságot jelentette, hiszen te nem voltál éppen nyitott egy kapcsolatra, illetve a Máté és ez felelt meg annak az néhány szempontnak, ugye, de ami... Látod, hogy nem utasítottam. Igen, most de itt tartunk, de de ezt jelenti maga a küzdés, hogy, hogy a férfi. Nem, nem az más, hogyha, hogyha azt mondod, hogy a ja, közt nem, hanem, hanem hogyha érzi a férfi, hogy van esélye, vagy lehet esélye, de, de igenis meg kell dolgozni azért a győzelemért, nem adják könnyen. De hogy így vissza, visszatérve a, a kérdésedre, hogy ez, ez hogyan, hogy mennyire nehéz ö, valaki más vérét felnevelni. Nekem az életem úgy hozta, hogy a, aki családom, én nevelő, nevelő anyukámmal fejeztem be a felnövést, ha lehet így fogalmazni, és mindig úgy kaptam magam köré embereket, családot, segítséget, hogy tulajdonképpen már váltak, de nem vér szerint volt a, a családom. És nekem valami ez lett a leckém, vagy ez lett a karmám, hogy, hogy nekem, nekem bele kellett nőjek abba, vagy meg kellett lássam azt, hogy az én dolgom az meglátni, megismerni azt, hogy a család az nem feltétlenül a vérségi kötelék, vagy a születési jogán jön létre, hanem az egy lelki kapocs és egy lelki kötelék. És én amikor a, a srácokat kvázi megkaptam Lillával együtt, akkor az első héten meg volt nagyjából az a beszélgetés, hogy én, én nem, a, nem, az apa vagyok, de a saját családi kis mikroszociális közegünkben, amiben családként működünk, én a, az alfa helyet foglalom el. Tehát én vagyok a, a fiús megmondós itthon, és a játékszabályokat én mondom meg. És egyébként a hierarchia pedig úgy van, hogy anya és máté, az a kis családi háromszögünkben felül van, ők, hoz, ők hozzák a gazellát, ők mondják meg a játékszabályokat, nem pofázunk vissza, nem vagyunk tiszteletlenek. És akkor az alatt van egy réteggel még mama, aki az életünknek szerves része, Lil anyukája, az én anyósom, akit tényleg, hál' Istennek, tiszta szívből tudom mondani, hogy nagyon szeretek és, és egyébként mi így épülünk fel. És a, a, megbeszéltük azt is, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, mert egyszerűen úgy működik a dolog, hogyha a mi azt mondtuk, mert voltak ilyen, ilyen eleinte ilyen kis kezdekődő viták, hogy, hogy na, menjetek aludni, ideje lefeküdni, stb. És, a többi, és akkor de hogy ti még fennmaradhatok, meg Dimé, mondom, Tudszak igen. A igen. Persze, vonalom, és igen. hogy ezek a határ, határkeresések, viszont Viszont így, hogy leraktuk a játékszabályokat, és hogy az elején megvoltak a saját kis csörtéink, mert, mert én, én bele is álltam ezekbe. Tehát amikor volt valami tiszteletlen, mert a mamával néha megengedtek maguknak olyan hangot, ami nekem borzasztóan bántotta a fülemet. A én... mama ilyen esetben uh, az én anyukáját. Igen, 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 igen. És, uh, és akkor én abba beleálltam, hogy na most na most azonnal visszajössz. Bocsánatot kérsz tőle, ezt egy kicsit helyre rakjuk. És akkor abba voltak ilyen meglepődések, hogy hú... És akkor ezt elmondtam, ez biztos, hogy nem. És mondom, hogy ha így kéred, akkor nem is kapod meg sem az engedélyt, sem azt, amit kértél. Elmész a francba, aztán majd újra megbeszéljük, ha egy kicsit elgondoltad. És voltak ezek a csörték, de de aztán, pont azért, mert ezeket a meccseket lejátszottuk, helyre került viszonylag hamar minden, és ez egyébként tényleg a Lillának volt köszönhető, mert ő tényleg előkészítette ezt a dolgot, tehát, hogy amikor én érkeztem, a gyerekek tudtak és számítottak rá, hogy előbb-utóbb lesz valaki, aki érkezni fog. Viszont visszacsatolva erre, Máté iszonyatosan határozottan és, és, egy felnőtt pozícióból érkezett, és nagyon sokan azt gondolják, hogy ja, biztos haverkodni kezdtél a srácokkal, mert hogy viszonylag közelebb vagy hozzájuk korba. Hát azért, azért nem, Eléggé van közel, és ezek kisgyerekek voltak, és jött egy felnőtt ember, tehát nekik ez nem mondott semmit most, hogy ő, ő ennyivel vagy annyival fiatal, mint anya, és soha nem, nem haverként akart jelen lenni az életükben, hanem beállt abba az üres pozícióba, elmondva, hogy apa-apa, de én vagyok a családi alfa, és, és annyira, később beszélgettem pszichológusokkal erről, hogy, hogy anélkül, hogy tudtuk volna, de hogy ezt nagyon jól csináltuk, mert, mert így kell jól felépíteni a, a családi dinamikát, és nem szabad, nem szabad majd barátkozás mozertamból elindulni, mert és inkább, nem lesz inkább lesz haver, haver, haver pozí... Többről is szól az, hogyha a haver pozícióba helyezi magát egy, egy ilyen új jövevény, mert, mert akkor egyen egyelő szintre helyezi magát a gyerekekkel, és ez meg féltékenységet vált ki a gyerekekből. De ezeket mind később tudtuk meg. Hát meg utána de... már nem tudod visszalapátolni. Tehát, hogyha az elején ezt nem fogod meg, még nem pozicionálod ezeket a dolgokat, utána nem fogod tudni visszalapátolni. Tehát utána, hogyha ha megemeled a hangod, vagy bármi, akkor. akkor furán fognak nézni, hogy most akkor te hol vagy, kivel vagy, nem tiszta, hogyha nem tiszta a játékszabály, és manapság ez nagyon sok helyen a probléma, hogy nem tiszta a játékszabály, hogy ki szólhat, ki nem szólhat. Máté Máténak nagyon nagy respektje van a családban egyébként, és ez és az elmúlt hat évnek köszönhető, és annak, ahogy ezt felépítette. Hát meg ugye a család, a nevelő családom, ahol felnőtt, ott, ott volt a családon belül egy egy nagyon népes gyerektábor, tehát, hogy nagyon sokan voltak gyerekek nálunk, jóval kisebb gyerekek, és ugye mi voltunk mondjuk a, a, a gyerek időszaknak, vagy a gyerekeknek a tetején, kvázi időkorban, de ott nekünk az volt, hogy 12-13-14 évesen már bőven besegítettünk, tehát mentünk mecceni, vittük a gyerekeket oviba, gyereke. bölcsibe, ebédeltetni, hozd el a unoka hugadat, hozd el az öcsédet, intézzétek a gyerekeket, stb. 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 Tehát ott mi nagyjából megkaptuk ezt a felkészítést, hogy, 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 hogy hogyan kell ezeket a dolgokat mi jól csinálni. és neked kellett azért magadat arra treníroznod, hogy ha belép, nem, hát egy, egy férfi az életedbe, akkor azért biztos, hogy van a gyerekeid felé hogy egy ilyen prioritás, hogy, hogy azért mégiscsak ők a te kis csibéid és hogy azt hogyan fogod tudni megengedni egy, egy, egy kvázi idegennek, hogy, hogy ő bizonyos új szabályrendszert hozzon az életet ebben, mondjuk erélyesebben rájuk szóljon, hogyha Ezért neki valami nem tetszik. Volt. Na, mesélj! Ke kellett ehhez elfogadás. Egy, én, én úgy mondtam, hogy egy nagyon liberális szemléletű nevelést folytattam, mielőtt Máté megérkezett, simán azt mondta, hogy el voltak kényeztetve a gyerekek, és, és, sokkal, és sokkal szigorúbb és sokkal kockább fajta gondolkodással érkezett, amit, amit időbe telt összecsiszolni, és volt hogy, hogy én, én, mondtam, hogy hagyd már azt a gyereket, meg nem, 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 ennek rendbe kell lenni, ennek meg kell lenni, igenis vállaljon részt a háztartásból, igenis, akkor legyen az, hogy legalább kiviszi szemetet, legyen az, hogy egyszer egy héten akkor ő, lássuk, hogy ki mit csinál itt, és ezek nálunk nem voltak. Tehát igazából tényleg ki volt és azt gondoltam, hogy ez nem is az az időszak, amikor ezt el kell kezdeni, de aztán jött Máté, és ő azt gondolta, hogy de, de ezt már igen kellett volna kezdeni. És, elmentünk ö, egyébként ö, a határig, tehát ö, elmentünk a falig sokszor, ahol már én is néha-néha, amikor így azt éreztem, hogy most már, jó, most már jó negyed órája azért üvöltök. És akkor néha így kinéztem Lillára, hogy, 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 most ez már sok, vagy túlmentem, és igazából hál' Istennek mindig az volt, hogy, hogy a végeredmény az az volt, hogy, hogy a gyerek is egyszer csak azt láttam, hogy belátja, hogy Tényleg túlment, tényleg nem úgy szólt a nagyhoz, tényleg nem úgy szólt vissza nekünk, vagy lillának, és igazából utána mindig meg tudtuk beszélni. Tehát soha nem volt az, hogy haraggal váltunk el, vagy soha nem volt az, hogy csak ledominálok valakit indokolatlanul. Valahol vagy. hálás voltam ezért, mert uh -huh. én, én, eh, visz, én is visszakerülhettem a saját pozíciómba, és lehettem anya, lehettem sokkal. De utána menekültek eh, hozzá, tudod, hogy dédelgetősebb, de és közben, közben imádják a Mátét. Tehát eh, ezt, a, ezt a. Ezt a Respektet, ezt ki kellett valahogy alakítani, és soha például el nem hangzott, hogy te nem mondd meg, mert nem vagy az apám, amitől beszélgettünk, Ó, beszélgettünk, eleinte. hogy ez, hogy ez, ez, gondolom, a, ez a félelem, és soha mondani. nem jött ki. Uh, nagyon gyorsan elkezdték napának hívni, ami a nevelőapának a rövidítése, mert valahogy akartak neki adni egy ilyen, egyrészt egy gesztust, Dejövésség. hogy valami apaszerű nekik mégiscsak az életükben, anélkül, hogy ezt ő elvárta volna, és a, a napa lett a megszólítása, és uh, és iszonyatosan tisztelettel, és nagyon-nagyon komolyan felnézve rá, hallgatnak is rá. És most, a, most már nagy, nagy 17 és fél éves, tehát ugye mindjárt, mindjárt, mindjárt nagykorúvá válik. Hát és a kritikus Teenager korszak, nem? Amikor végig még végig, végig csinálta vele, tehát 11 volt, amikor megkapta. Igen, a nehéz részt azt végig toltuk, már mint ami, ami, ami személyiségi harcokban nehéz. Tehát az első, az első ilyen teljes, tényleg teljesen olyan egyébként, mint az állatvilágban, amikor elkezd felnőni a kis oroszlán, és akkor már most úgy érzi, hogy most már neki is szava van, most már ő is szólhat, És megvoltak ezek, a, meg a csörtéink, ahol, ahol azért ezt tisztába kellett tenni. De mondom, visszacsatolok mindig arra, hogy Lillának az előkészítési munkálatokban rejlett ez a, ez ennek a dolognak a titka. És az, hogy egyébként én pedig így, nekem édesapám katonatiszt volt, amíg velem volt, ő nagyon kemény, nagyon, nagyon következetes, nagyon szigorú nevelést kaptam tőle, viszont én ennek abszolút Látom az előnyét és a hasznát, a kemény munkára való hajlamot, a, a következetességet, a számunkérhetőséget. Szerintem ez egy mind-mind olyan férfi erény, ami amit én tovább akarok adni, vagy amit, hogyha majd egyszer, majd húsz év múlva hallgatom a gyerekeknek az interjúját, akkor majd szeretném azt hallani, hogy igen, ezt a fajta következetességet és kemény munkára való hajlamot és számunkérhetőséget és beleállást, ezt megtanulták és, és tovább vitték, mert szerintem ez egy fontos Sokat dolog. Sokkal több volt az ösztönösség ebben a dologban, mint a tudatosság, és utólag igazolódott vissza, hogy tulajdonképpen ösztönösen jól csináltuk. Ez mondjuk egy nagyon szerencsés élethelyzet, és pont azt akartam kérdezni tőletek, hogy, hogy azok, akik mondjuk hasonló élethelyzetben vannak, és mondjuk megküzdenek ezzel, ha nem is nap, mint nap, de vannak kérdéseink, mondjuk mi az, ami, amit tudnátok tanácsolni így, hogy ti ezen keresztül mentetek, és hogyha még volt is nehéz szakasza, hogy, 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 hogy hogyan tudnának azon túl lendülni? Mert az ösztönösséget azt nem lehet tanulni, ez egy dolog. De Máté is mondta, hogy azért kell ebben tudatosság is, és nem az elcsépert verziója, hogy hogyan lehet ilyen jól és ügyesen egymásra hangulódni, mi múlhat szerintetek? Azt hiszem, hogy szeretettel. Tehát az a legfontosabb, hogyha ha a szeretet mindig ott van, és az a, az a bázisa a dolgoknak, akkor, akkor nagyon nagy hib hibák nem, nem lesznek vétve, mert, mert akkor azokat is ki lehet küszöbölni, vagy ki lehet csiszolni, vagy, vagy, vagy irányba lehet tenni. E, igazából... Erre rá is kötök akkor, hogy akkor a nő Női válasz erre az, hogy szeretet, és muszáj is, hogy meglegyen az a, az a szeretet, amire tudunk építeni, a férfi részről pedig bátorság. Tehát bátran bele, mert nagyon sokszor, főleg, főleg Magyarországon egyébként. Nagyon sokszor azért megy tönkre a boldogság, vagy azért nem engedett ki kivirágozni a saját boldogságodat, mert mit fognak szólni mások. Uh -huh. Ugye ez a van ez a rég beidegződés, Én hogy azért kell falun a sírt rendbe tartani, mert mit fognak szólni? Azért kell kiárni. És nem azért kell kiárni, magadért csináld meg, magadért ö, ö, harcolj meg, és mag a saját a saját boldogságod és a saját döntésedre. Legyen füled meghallani azt, hogy te egyébként nem azt akarod, ahogy mások mit gondolnak rólad, hanem hogy saját magadért tedd meg, és saját magadért kapaszkodj össze azzal, akit szeretsz, és állj bele akár a nehéz helyzetbe is, és küzdj meg a saját boldogságodért. Ezt, ezt is mindenképpen megtanultuk. Én is nagyon megfelelős kényszeres voltam. Máté most én már is. egyáltalán nem, tehát ő, 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 ő én szerintem ilyen, ő egy ilyen, kicsit. Ő ilyen dupla, dupla tempóba rakta le, de én is nagyon sokat sokat hoztam rajta, mert ez a rengeteg támadás, ami minket a kapcsolatunk miatt ért, az pont ahhoz volt jó, hogy rájöjjünk, hogy, hogy, rájönk, hogy nem, nem érdekelnek a font. mert hogy a fontot hogy Dó, annyira szörnyű hogy az emberek nem tudnak egyébként tényleg őszintén a másik boldogságának örülni vagy vannak akik tudnának de, de tudnak, miért, miért tudnának hát igazából ők itt, boldogok, itt, olyan 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 feszültséglevezetés folyik uh -huh. meg olyan olyan frustráció. Kidolgozás folyik, aminek mi lehet, hogy hogy adunk egy kis alapot vagy platformot. De nagyon-nagyon sokat segítettek ezek az emberek abban, hogy rájöjjek, hogy nem érdekel a véleményük, és ez, és ez csodálatos élmény és megkönnyebbülés. És van. az eredmények is. Kellett, neki. Hát Igen, Hát ne nem. ebbe is kellett, az, az, a, az a pici tervezés, vagy tervezhetőség, meg az a pici tudatosság, hogy amikor mi összejöttünk, akkor megbeszéltük akkori sajtósunkkal, tanácsadónkkal, hogy akkor legyen az, hogy amikor a premier premierje lesz az előadásnak, mert én mondtam Lillának, hogy és ő, ő, még nem akarta, én mondtam neki, hogy a Premier Bulira menjünk fel úgy, hogy fogjuk egymás kezét, mert egyszerűen, ha most nem vállaljuk el, nem fogjuk elvállalni, muszáj az elején azt mondani, hogy igen, ez van. És amikor mentünk felfelé, akkor viszont nekem, és most nem magamat akarom például emelni, hogy milyen okos voltam, hogy kitaláltam, de egyszerűen be kellett látnom azt a helyzetet, hogy ezt neki ö, már egy, egy érett színésznőként, egy meglévő pályával és egy meglévő egzisztenciával, ez most neki, neki a nehezebb helyzet, ezt engem felvállalni, az én helyzetemet felvállalni ezzel kapcsolatban. És akkor mondtam, hogy felmentünk, megcsináltuk a premier hétvégét, és azonnal másnap meglepetésből azt kapta tőlem Lilla kvázi erre, hogy elvittem három napra Prágába. És amikor elhagytuk az országhatárt, mondtam, hogy most kapcsolat ki a telefont, és, és három napra Tűnjünk el ebből az egészből. Mondom, három nap alatt minden csoda lecseng. Nagyjából egyébként le is csengett, mire hazaértünk, mert hirtelen ott a nagy, gyorsan három cikk, meg nyolc ö, ö, ilyen story, meg fotó, meg ilyesmi megjelent róla. De miközben szépen Prágában a krüteket, a, a kisvakondot követve ö, sétálgattunk a várba, meg körtöskolácsos kalácsos fagyítettünk meg ö, este elmentünk vacsorázni. És pont jó volt, mert nekünk ez nagyon sokat adott, feltöltött minket, és mire hazajöttünk, addigra már nem érdekelt annyira ez a dolog ez egy jó döntés Hát tudod, az az igazság, hogy most szerintem nagyon-nagyon, tehát ahhoz, hogy valaki ennyire jól lásson dolgokat férfiként, azt tudjuk, hogy szerintem nagyon szenzitívnek kell lenni, mert a férfi vagy egy kicsit másképp működik. Szerintem most sok nő csapott otthon az asztalra, hogy ajja, Máti, elkelt, és de ez a lilla. de nem Mert hogy amúgy tényleg ebből a székből nőként ezt hallgatni Hát azoknak hogy azért nem mindig könnyű, de ezt, ezt, de tényleg nagyon jó hallgatni. Még így a végére áruljátok el nekünk a titkot, hogy ti hogyan tudjátok motiválni egymást. Vagy mivel? Szerintem most ez megint nagyon nyálasan fog hangozni, de folyamatosan a létezésünkkel motiváljuk egymást, és olyan jó minden reggel úgy kelni tényleg, hogy ránézzünk a másikra, és abból, abból elindul a nap, és nagyon-nagyon komoly közös céljaink vannak, és, és nagyon egy irányba megyünk, és szerintem ez, ez iszonyú fontos. Hát az, hogy vannak közös álmaink, amit, amit együtt álmodunk, meg együtt, együtt festegetünk, az, az kifejezetten uh, erős kapocs közöttünk, és pont, és tudom, hogy tudok rá számítani. És nem kell nem kell lássam őt ahhoz, hogy tudjam, hogy ha eldülök, akkor el fog kapni. Mert, uh, mert most is éppen egy versenyfelkészülés uh, kellős közepén vagyunk, és uh, és bevallom töredelmesen, hogy én bizony most már rohadt hiszt is vagyok, mert most már nem eszek hetek óta olyat, amit szeretnék, most már folyamatosan 0-24-ben éhes vagyok, most is uh, tör ki a frász, olyan éhes vagyok. Ez folyamatosan, és egy, az éhes... Az az, éhes férfi, az, az nyűgös és hisztis férfi, és ezt alá is írom. És igen, egy, egy hülye hisztis állat tudok lenni, de az, hogy ilyenkor is képes elviselni, az, hogy ilyenkor is mellettem van, és az, a, tudom, hogy a versenyen is ott lesz, és tudom, hogyha kinézek a színpadról, ott lesz velem, ez egy olyan biztonságot és olyan erőt ad, hogy tudom, hogyha megbotlok, akkor ott lesz, és el fog kapni, és amikor éppen azért hisztizek, mert kicsi vagyok, kevés vagyok, rosszul ment az edzés, egyébként is, amúgy is forgatni is kell, és a, az egész világ ellenem van, akkor megfogja a kezem, megsimogatja az arcom, és azt mondja, hogy kicsit nyugodjál, megpihenjél egy kicsit, hozok neked egy kávét. Mindjárt, mindjárt rendben lesz, és megyünk tovább együtt. És ez egyszerűen valami olyan, és ez is, miéjűként visszatérve az, a, a, az alaphoz, ez is csak a szeretve levés ö, érzése. Én itt fürdőzöm, mondom, mondtam már az előbb is a ti energiáitokban, tehát, hogy ez ezt tényleg jó hallgatni, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy igen, Máté is tud hiszt is lenni, tehát, hogy de tudjuk, hogy a férfi hiszti milyen, nem? Egyébként oh. illetve, hogy egyébként is létező fogalom. Én, hogyha lázas vagyok, akkor én tényleg olyan vagyok, mint a reklámokban, hogy 37-2-nél hozzatok papot, és visszaadom a forgalmit. És akkor ezt hajtok, hogy most visszaadom a forgalmit, mondom, figyelj, tegnap sokkal ne betegebb voltam. át tartós nekem már minden. Jó, akkor nekem annyi. Jó, bivajok, ezt tudjuk. Ezt, ezt sajnos nem is, és nem is akarom tőlük, tőlünk elvenni, Én mert, van. mert azért másképp működünk, másképp vagyunk beállítva, de, de tényleg sok minden van a vállunkon. És ha már erre rácsatlakoztam, akkor kíváncsi is vagyok, Lilla, hogy te a nőiességedet hol és hogyan éled meg a leginkább. Ugye az előbb talán mondtad, hogy, hogy olyan jó érzés minden reggel jól belenézni a tükörbe, akkor ugye egyből az én agyam konvertálta is a mondatot, hogy most te vajon arra gondolsz, hogy magadat olyannak látni, amilyen vagy a magad természetességében, de aztán te folytattad, hogy ugye ez az emberi oldalára vonatkozik. És egy kizárólag k... egyébként, egyébként <suk> sokkal jobban szeretem másfél órával később, amikor már egy kicsit így rajzoltam Lillát az arcomra, de, de nem, ez a, ez, a, ez a lelki tükör természetesen, amire gondoltam. A, a, reggeli tükörrel sincs bajom, mert, mert tényleg annyi, annyi szeretetet, meg pozitív visszajelzést kapok a Mátétól, és, és sokszor azt érzem, hogy én belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy úristen, ez mi is? És, és ő minden reggel azt mondja, hogy így vagy a legszebb, és, és és így szeretlek, amikor semmi, kence nincs rajtad. És egyszerűen. Én szoktam mondani, hogy nagyon szeretem, amikor amikor kikerázza magát valami eseményre, mert tényleg gyönyörű és nagyon imádom, de reggel Mátom csak nekem szép. Tehát, hogy azt az, az, az nem mutogatja, azt más nem látja, az, azt én látom, amikor így keresztben van raj, aludva rajta a haja, meg bele van akadva a szempillája saját hajába, és még kávét hozok neki, mert akkor csak nekem szép. És azt én nagyon szeretem azt a pillanatot. Én minden reggel én, hozom, én viszem neki a kávét. És tudod, amíg, amíg így néz rám reggel, addig, addig nekem minden reggel nagyon jó. Igazából. Elég szerinted az egy nő számára ma a mai világban, hogy hogy ha van mellette egy férfi, aki erről megerősíti, akkor ő saját magáról is elhiggye, vagy most már az egy kicsit többre van szükségünk? Pff, én nem tudom, hogy milyen egy nőnek lenni igazából, én, én csak magam, magam sem mindig mindig vagyok teljesen tisztában, de, de csak magamról tudok beszélni uh -huh. ebben a helyzetben, mert annyira sokfélék vagyunk, hogy tényleg nem bocsátkoznék itt ilyen nagy megfejtésekbe, hogy milyen a nő, én azt tudom mondani, hogy én biztonságosan és, és boldogan és, és elégedetten kelek reggelente ettől a visszajelzéstől, amit Mátétól mindig megkapok, és tényleg ő, ő ebből a szempontból is egy ilyen nagyon-nagyon régi vágású férfi, tehát ő szeret udvarolni, ő szereti azt mondani, hogy szép vagyok, ezt, ezt gyakran elmondja, hoz virágot, tehát megkapom tőle azokat a, a dolgokat, ami szerintem egy magam fajta nőnek mindenképpen jól esik és kell. És ami meg az előző kérdésedre visszacsatolás, hogy hogyan érzem magam teljesnek. Ugye színésznőként azért a csillogás, vagy a, vagy a, 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 a taps, az, az, része az életünknek. Most nem annyira, és természetesen hiányzik is, de nekem a másik oldallal kellett mindig nagyon sokat dolgozni, mert én azt hiszem, hogy egyébként egy anyatigris vagyok, és nagyon-nagyon erős család összetartó motivációval is rendelkezem, és ez nekem nagyon fontos, hogy én, én úgy érezzem, hogy, hogy anyaként és, és támogató közekként is sikeres vagyok, és ott vagyok. És pont ezért, ezért vettem ki nagyon sokat a, a, a Covid-ból, mert, mert azt, hogy én főzök a családomra, hogy én, hogy én 0-24-ben ott vagyok, és kiszolgálom őket, ha kell, hogy, 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 hogy család nem család hanem család megtartóként ott tudok lenni, a, abból én nagyon-nagyon sokat töltöttem, és attól nekem sokkal, sokkal, kerekebb lett a létezésem, mert itt van mindig olyan, olyan vagy hiányérzetem, hogy nem vagyok eleget a gyerekeimmel, hogy nem vagyok a páromnál minden, minden pillanatban ott, amikor szükség lenne rám, mert esetleg pont előadásom van, forgatásom vagyok, színpadon állok. Na most ezek mind nem voltak, de abból, abból be volt töltve a tartalék megfelelő mennyiségben, úgy érzem, és most, most a másik oldalt tudtam visszaépíteni. Azért is voltam kíváncsi a de vagy egy kicsit tágíthatjuk is ezt a kérdést, hogyha, hogyha a környezetünkben szemlélődünk, mert egészen őszintén, hogy konkrétumot mondjak, a minap bekapcsoltam az egyik csatornát, nem is mondom, hogy melyiket és milyen irányból, és nagyon meglepődtem a műsorvezető nőt látva, Egyszerűen nem mozdult az arca ez egy magyar műsor volt egyébként, és annyira ledöbbentem, hogy úristen, mi történt, hogy hogy, 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 neki ezt miért kellett magával csinálnia, és nem igaz, hogy nem látja, és nem igaz, hogy nincs a környezetében valaki, aki finoman, ha másképp nem is, de jelezze neki, hogy hát annyival szebb és természetesebb volt annak előtte, hogy te mit látsz ma a nőkön? Mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogyan csapódik le nálad igazándiból ez a nagyon-nagyon önbizalom hiányos világ, amiben szerintem ma élünk. Ebben, ebben én nagyon-nagyon én, én Nyitott és megengedő vagyok, tehát minden végletet el tudok fogadni. Ott most ebben az adott helyzetben például azt gondolom, hogy lehet, hogy nem így tervezte, aztán egy kicsit túlszaladt túl valami, <laughs> és aztán majd hát, ha kimegy, és akkor jobb lesz. De mindenfajta ilyen szépészeti beavatkozásra azt gondolom, hogy hogy az embernek azt kell csinálni, amiről akkor azt gondolja, hogy hogy, hogy neki erre van szüksége, vagy vagy jó neki. És én nem feküdtem kés alá, és uh, nem is tervezem a közeljövőben, de de nem mondom azt, hogy soha nem fog megfordulni a fejemben, és hogyha meg fog fordulni a fejemben, és elég sokáig forrok benne, akkor lehet, hogy majd kipróbálom, de szerintem ezzel sincsen semmi baj. Uh, olyan kezeléseket, tudod, ilyen, még, még, még ezt a uh, vér visszacsepegtetését uh -huh. és ezeket kipróbáltam, mert szerintem tök jó, hogy vannak ilyen kezelések, uh, ami, még, ami még abban a viszonylag természetes irányban uh, mozog, ami Na, ami számomra elfogadható. Érdekes, hogy mondjuk az elmúlt hat évben, ami ott a Máté vagyok, semmi ilyesmire, se időm, sem, sem, indítotásom nem volt. Tehát régebben próbálgattam ilyesmiket, hogy viszonylag visszafogott mennyiségbe, de mostanában egyszerűen csak jól érzem magam a bőrömbe, de Máté is úgy van vele, hogy kicsim, ahogy érzed. És attól Tehát... vársz egyébként szerintem sugárzóvá, hogy ennyire jól érzed magad a bőrödben. Biztosan, biztosan én... Én tényleg azt érzem, hogy tök vagyok, és Ettől függetlenül, hogyha zavarni fog valami, lógás a fejemben vagy ilyesmi, akkor biztos keresek rá valami megoldást, és én nem, nem ítélnék el ezért senkit, mert, mert, az, mert az idő az telik, és, és ha belenézünk a tükörbe, és nem azt látjuk viszont, amit, amit belülről érzünk, vagy belülről gondolunk, akkor, akkor miért ne használjuk, hogyha, hogyha így van. Én most éppen nem nem éltem ilyen lehetőségekkel, mert nem éreztem szükséget. De nem mondom azt, hogy nem fogom szükséget érezni, és semmilyen szinten nem, nem formálnék negatív véleményt azokról sem, akik csinálják, és azokról sem, akik a természetes utakban hisznek. Tehát mert azért azt gondolom, hogy jó. ti is, akik ugye a színpadon és a közönséggel éltek, tudjátok, hogy, hogy van azért az emberen egyfajta külső nyomás is. Oh, Talán yes. Szűcs Judit mondta azt, hogy ő azért is vállalja ezt a sok műtétet, mert hogy ő azt akarja, hogy őt a rajongói mindig olyannak lássák, amilyennek megszokták és megszerették. Most nem akarok rosszul idézni, de valami hasonló volt a gondolatiságnak a lényege. Tehát, mintha lenne egy kívülről jövő presszió is az emberen. Hogy a, az alapvetően a... szerintem van, természetesen van, de ez uh, az, az age gracefully. Ez egy nagyon jó, ők is angol mondás, hogy, hogy olyan, olyan tartással viselni a korot, hogy annak mindig megfelelj. Mert mert Isten nyugassa felföldi Ancsikát, aki nekünk csodálatos kolléginánk volt az operacinházba, most másfél éve veszítettük el körülbelül. Ha, ha, no. 70 uh, het, uh, elmúlt, 80 éves volt az, vagy 80 éves volt az születésnapi buli, ami még táncoltam vele, és uh, ott volt ő olyan csodálatos eleganciával és fenségességgel uh, viselni ezt a kort, és, és, és közben volt, volt olyan lába, -hát nem nem néni, nem nem lett néni, nem. volt olyan, tehát volt olyan huncut szeme, olyan mosoly, olyan lába, és táncoltam vele hogy, hogy elképesztő, én mindig őt hoztam például, mondom, így is lehet, ilyen eleganciával, ilyen szépséggel, és ő nem volt töltögetve, ő nem volt varogatva. Mindenki úgy csinálja, hogy szeretné, de szerintem egy, van ez, 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 is egy közhely, hogy a jó nő, mint a jó bor, a korral nem esedik, de tényleg így van. És hogyha tudja ezt az ember szépen és eleganciával viselni, de ez a férfiakra is igaz szerintem, mert ö szoktam mondani Lillának, hogyha beütne állam a középéletválság, vennék egy bőrnyakláncot, valami gagyi műanyag, cápa foggal a nyakamba, elkezdeném festetni a hajam hajfeltöltéssel, és vennék valami két forintos sportautót, akkor kérlek azonnal, a üssél legyen egy szenes lapátta, mert sok ilyet látok, és borzasztóan szánalmasnak tartom, és most azért majd biztos meg leszek kövezve. De ez borzasztó. Tehát, hogy a saját korunkkal, meg a saját valamilyenségünkkel mindig tisztában kell lenni, és mindig csak azzal van a baj, hogyha a külső és a belső diszonás. Tehát, hogyha nem, amikor, amikor valami, valamit mást hiszel, vagy mást erőltetsz, mint ami egyébként, ami egyébként vagy, szerintem az borzasztó. hogy én elkezdek, én egyébként Miki kicsit, van a családunkban egy ilyen, nem volt kopasz senki a családban, tehát valószínűleg én sem leszek az, de csúszik fel a homlokom szépen, ami egyébként is hirdető tábla méretű, de semmi bajom nincsen ezzel, és én már egyszer letoltam teljesen kopaszra a hajam te pár évvel ezelőtt. Megnéztük, mondta Lilla is, hogy igazából szerintem jól nézzel ki, igazából mondtam, hogy szerintem se gáz, tehát hogyha kopaszodnék, akkor felvállalnám, azt, akkor letolnám a hajam kész. Igen. Uh, ez annyira érdekes, hogy én, én is azt látom, hogy én is szeretem, hogyha valaki méltósággal is szépen tud öregedni, igen. mert rendkívüli jó példa is tud mutatni, igen. meg én is azt gondolom, hogy egyszerűen az idő múlásával nem tudunk mit kezdeni, idejelen elfogadni, hogy azt telik, és sajnos nem tehetünk pillanatnyilag ellenes semmit még, hogyha mászk dolgozik is azon, hogy valahol a világ beérjük tovább az életünket, de hogy ezt sokan nem, nem szeretik elfogadni, és nem tudják elfogadni. Te de szoktá... Szerintem ugyanígy azok, akik ki erre ezzel kapcsolatban ilyen veretes véleményeket fogalmaznak meg, ott megint azt kéne megkeresni, hogy neki mi a problémája ezzel a dologgal, mert miért nem hagyja békén azt az adott embert, aki valamitől így gondolta. Tehát fogadjuk el, hogy ő így érzi jól magát, és próbáljuk ezt meg beemelni, tolerálni, és, és őt így elfogadni. A mostani létezéséhez úgy néz ki, hogy neki az a forma passzol leginkább. És egyébként ez, ez, a, ez a nagyon fontos szerintem ezekben az alakítgatásokban, hogy ha külső elvárásoknak akarunk megfelelni, és azért csináltatjuk folyamatosan, azért lesz diszonáns, mert belül az embernél telik az idő, és a belső létezésed az, az lesz 20-ból 30, aztán 40, aztán 50, aztán ha szerencséd van, akkor 60, 70, 80 is, és hiába ö, sima az arcod, a, szemed, a szemedből ki fog jönni az a kor, meg az a kisugárzás, ami éppen bent van. De ugyanakkor, ha az ember sokkal fiatalabbnak érzi magát, mint amit a tükörbe lát, és azt mondja, hogy most én kérek egy kis segítséget, mert az én lelkem az még ennél sokkal fittebb és fiatalabb, akkor miért ne kaphatná meg, és miért ne nézhet neki úgy, ahogy ő ahogy képzeli, ő hogy hogy ő így jön azonos még egy kicsit a szakmátokról hadd faggassalak benneteket, mert most, most el is mentünk egy más lelkisebb időszak vagy irányba, de azért az előbb is ületütött nekem, hogy többször mondtátok is, hogy viszont anyagilag az elmúlt hónapok és év az megviselt benneteket is. Van mostantól kezdve b a jövőre, hogyha bármikor beütne a krak, akkor tudjátok, hogy mit csináltok, vagy színészként, színpadi emberként erre mondjuk nehéz így felkészülni? Igazi B-tervünk... Hát Máténak is sokkal jobban formálódik, mint nekem. Nekem a Máté a b <cilb> A B, C, D, Z, stb. De, stb. de az minden esetre viccen kívül azt kifogalmazódott, hogy kell egy béter. Tehát eddig én, én meg azt hiszem mind a ketten ilyen nagyon-nagyon egy, egy út van, és az az üdvözítő, és nekünk nekünk ez a, ez a, ez a létezésünk. Én, én soha nem gondolkodtam másba, csak a színpadban. Én hat éves koromban is tudtam, hogy ezt akarom csinálni, és semmi más nem volt a fejemben. De neked nem is kell más csinálni. Én... Jaj, ez egy Én olyan nekem csak jó, jól, jól, jól kellett félhez lenni. Én... Ez is szép viszont, volt. Viszont... Viszont mivel a főzés egyébként és az egészséges táplálkozás rettenetesen érdekel, és ez csak úgy, úgy az idővel rajzolódott és körvonalazódott ki azáltal, hogy ugye támogatom az embert mindenben, amit kitalál, és neki viszont egy nagyon erős béterve lett a sport, és, a, és, az a fajta versenysport és a naturál testépítés, amiben most már nagyon szép eredményeket ér el, és, és azt hiszem, hogy ezzel tényleg egy második, második láb így, így le, leeresztődött a családban. Hát neki tulajdonképpen ezzel kapcsolatosan biztos majd elmondja, természetesen az egyzői papír megszerzése és ennek a további kiépítés az egy nagyon hosszú távú terv lehet, viszont én meg így, egy rácsatolódtam ennek a táplálkozási oldalára, igen, láttam a közösségi és, oldaladon is például, és, hogy akár receptekkel és, is. És ténylegesen, rettenetesen érdekel, és ugye az egészséges táplálkozás, meg a, meg a bizonyos ö, olyan termék, amit meséltem, hogy a fehér cukor, vagy meg a fehér lisztnek a kiveteljes kiváltása az étrendből, és hát Máté által egyre jobban képbe kerülök a makrokkal, meg a testépítős, mennyi zsír, mennyi szénhidrát, mennyi fehérje, hogy épül fel egy ilyen rendszer. Ez ez annyira foglalkoztat most már, hogy most már valami, valami papírt is szeretnék, vagy tudást, egy tényleges tudást, nem csak a felszedettet mögé tenni. Azt ez... hogy az lesz a vége, hogy már készül a receptes könyve, De akkor ezek is... szerint a Jaj, tanulás. Nás, én biztos nem <laughs> szeretnék addig receptes könyvet írni, amíg nem érzem, hogy azt a tudást. Én, én jobban szeretem ezt így így családom belül tartani, és akkor kiadni, amikor ténylegesen olyan, olyan tudás van mögötte, ami... Ami, ami, már vállalható, és nem elkezdeni receptes könyveket, én ezt nem semmit Mondjuk én ígértem korábban, hogy a Mártinak, hogy, hogy, rácsatlakozom, hogy, hogy én a, a, Lilát nagyon szeretném Piedesztára emelni szintén, így a, a, folytatólagosan is. Én szerintem neked már anó személyesen mondtam, de lehet, hogy nem emlékszel rá, úgyhogy most még egyszer megerősítem, hogy annól, amikor én a, a Rebekába láttalak téged, amit meghallgattam ma is az egyik YouTube-on felelhető dalodat, mert az olyan elementáris erővel hatott rám, én azt mondtam, hogy itt a Lilla mindenkit leénekelt. Tehát, hogy, hogy, hogy valami zseniális, ami a, ami a te torkodban van, és amilyen képességgel rendelkezel, és, és ez tényleg igaz, amit a Máti mondott, hogy te színpadra való ember vagy, na, de hogyha mégse lenne színpad, akkor te hol tudnád elképzelni magadat? Még mindig sehol máshol. De egyébként, hát továbbra sem. A konyhában nagyon jól érzem magam, de, de azért egy idő után azért azt is nem baj, hogyha látják mások is, tehát e, a, kell szerepelni, meg biztos egy idő után elkezdenék énekelgetni is, mert az, az muszáj, hogy történjen. Hát most a COVID időszak alatt készült egy új, új dalom, amit majd szeptember, október kötött, mindenképp ősszel, ősszel szeretnék a, a közönség elé tárni, és ez például, ez nagyon jól visszabalanszált, hogy, hogy tudtam dolgozni, és tudtam tulajdonképpen akkor is egy kicsit a szakmámban előre menni, hogyha éppen nem nyílt arra lehetőség, hogy jelen legyünk, és színpadon megmutatkozzunk, és ott legyünk az emberek életében. De, de ugye egy dal elkészítése, aki, aki egy kicsit a pop karrieremet követi, azt tudja, hogy nem vagyok valami termékeny pop előadó, tehát így 5-6 évente jövök elő egy-egy új dallal. Úgyhogy már épít volt az ide egy következőnek, de ez, ez mindig egy olyan, olyan dolog, ami ugye elkészül, tudod, így begyúrod a tésztát, hagyod pihenni, berakod a sütőbe, és akkor, amikor kész van, akkor már sok-sok már munka van benne, és, és később hozza a gyümölcsét, úgyhogy, úgyhogy most most a videoklip forgatás fog következni a következő hetekben, és, és remélem, hogy ősszel meg majd sokan fognak neki örülni. Hát Reméljük, hogy így lesz, mert azért én még mindig azt gondolom, de kíváncsiak, hogy ti, akik ebben a szakmában benne vagytok, tényleg nagyon erőteljesen mit gondoltok arról, hogy azért szerintem a YouTube-on érvényesülni ma már sokkal könnyebb, mint hogy róla csak gondolom, hogy egy feltétlenül mainstream előadó lennél, akinek a számai mindig úgy ott szólnak az aktuális rádiós lágerekben, vagy a igen, a slágerlistákon, hogy nehezebb ma már énekesként érvényesülni, mint azért tudjuk, hogy voltak nagyon nagy klasszikusaink, akik tényleg évekig, évtizedekig, sőt, még ma is igazából komoly rajongótábor tudnak felmutatni a saját maguk korosztályát, hozták magukkal végig. Hogy, hogy, ezt hol érzed, hogy te a, a, saját énekes női pályafutásodat, azt hova helyezed ezen, a, ezen az egyenesen? Én igazából színésznőként definiálom magam sokkal inkább, aki, aki énekel színpadon is, hogyha arra van szükség, illetve mivel nagyon szeretem a, a könnyű zenét, ezért, ezért készítek popdalokat is, és ezt mindig, mindig kellett magyarázni, mert a közönség, a magyar közönség olyan nagyon szeret skatujázni, és hogyha megismernek valamilyen formában, akkor, akkor nagyon nehezen emelik be azt, hogy te mást is csinálsz. De én meg azt gondolom, hogy ennek a szakmának az az egyik legcsodálatosabb hozadéka, hogy nagyon sok-sok szegmense van, amit ki lehet próbálni, és én így igyekszem mind nél többet ezek közül kipróbálgatni. ugye az elmúlt két évem az egy sorozattal telt, tehát ez is, ez is egy olyan dolog, amit nagyon szívesen és, és, és lelkesen csinálok, és filmet forgatni is nagyon szeretek, és remélem, hogy lesz majd még rá alkalmam, és, és sokat fogok ilyesmiket is csinálni a, a pop karriernek nem nevezném, de a pop, dalaim, amik, amik vannak, azok egyébként nagyon-nagyon jó köröket futottak, és játszották a rádiók azt meg fogalmam nincs, nem tudom megmondani, hogy ma hogy néz ki egy, egy popkarrier, vagy hogyan, hogyan, épül fel ma egy korombeli divának úgymond a, a karrierje, mert hogy nekem ez egy olyan, olyan oldalág, ahol saját örömömre csinálok dolgokat, és aztán reménykedem benne, hogy valamitől teljesen a Mások is örülnek sémáktól függetlenül ez majd valahogy átmegy, és aztán majd kap olyan fórumot, ahol minél többen meghallgathatják. Úgyhogy igazából ez is kevés tudatossággal készült ez a dal, de annál több szeretettel. Ugye szóba hoztátok a, sorozatot, illetve a most léle, és mind a ketten szerepeltek sorozatban is, és színpadon is. Melyik Máté inkább a te szerelmed? A, a, a kamerák keresztüzében, sőt, mind a voltatok, ugye, ha, ha jól emlékszem, persze, hogy jól emlékszem, műsorvezetőként is kipróbáltátok magatokat, Igen. az megint egy másik világ természetesen, hogy színészként mi adja a szakma igazi kvintesenciáját színpadon játszani, vagy kamerák előn? Nagyon izgalmas a kérdés. A focit is, meg a kosarat is labdával játszák, de teljesen más játék teljesen más technikával, teljesen más uh, módszerekkel, uh, teljesen más uh, színészi attitűddel dolgozunk uh, kamerára, és uh, azon belül is másképp dolgozunk filmre, másképp dolgozunk napi sorozatra, és teljesen máshogy dolgozunk uh, zenés színpadra, prózai színpadra, tehát ezek mind-mind-mind külön-külön válfagyok, de ugye egy cukrászdában is egy millió itt lehet enni, és uh, ezeket, ezeket, én mind nagyon szeretem. Mind-mind külön-külön uh, uh, helyet foglal a szívemben. A zenés színház, a muzikelek leginkább, de az operettek is. Uh... Nekem mindig valahol egy ilyen kis, kis faberzsé tojásba lesznek a szívem közepén, ugyanis fantasztikus világ, csodálatos elvarázsol, kikapcsol, mesés, egyszer csak, egyszer csak megszólal egy, egy élethelyzetben egy háttérzene, és táncosok lepik el a színpadot, és körülötte táncolnak, és énekelsz, és megélsz, sokszorosan felnagyítva egy csodálatos érzést, egy csodálatos élményt, amit átadsz, és hogyha jól csinálod, akkor az lefolyik a színpadról és a nézőnek. És a részévé válik. Jó, annyira jól fogalmaztál, hogy bizony, hogy aki nem színházi ember, az ez... most kedvet kapott hozzá, de komolyan. Ez egy, ez egy csodálatos élmény ezt átadni, és, minél, és, ez, egy, ez, egy olyan, ez egy olyan különleges dolog, hogy ebből minél többet adsz, minél jobban, annál többet kapsz vissza. És ez egy ilyen csodálatos energia a, a színház csinálás. Egy prózai előadás esetében, mondjuk egy kétszereplős prózai előadás esetében, ahol egy stúdió színpadon játszunk, ott egy nagyon intenzív, nagyon koncentrált élményt tudunk átadni, és annó az ókori görögök gyógyszerként, medicinaként tekintettek a színházra, ahol bizonyos lelki energiákat felszabadítasz, bizonyos élethelyzeteket közvetlenül látsz, és emiatt gondolatokat ébreszt benned. A katarzis állapota kitisztítja az idegrendszert, kitisztítja a lelkedet, és az egy ilyen lelki táplálék volt az ókori görögországban színházba járni, és élményeket adni, kapni, megosztani egymást tehát ez egy ilyen, ilyen lelki higiénés feltöltődés volt. És ez nem szabad elfelejteni, hogy ez ma is azt tud lenni. És ha például a. H.I. János háromszögek című darabjáról ejthetek két szót, az ö, a akadémista, illetve hát, egyetemista, színi egyetemista koromnak az egyik legmeghatározóbb darabja, az ö, úgy háromszögek, hogy férj-feleség szerető, férj-szerető anyós, férjfeleség anyós, ezek a háromszögek, amik mindenki életében előfordulnak, vagy előfordulhatnak. És ö, ezeket végig éled egy, mondjuk egy jó rendezésben jó színészekkel végig éled ezeket a folyamatokat, nagyon sok kérdésedre választ kaphatsz, és nagyon sok, nagyon sok érdekes momentumra választ kaphatsz. Na és ez megint egy másik fajta szerelem. Viszont most azt érzem, hogy az életemben egy olyan olyan keresztút és egy olyan elágazáshoz érkeztem, ahol a, ahol a kamerák világa, tehát inkább a sorozat és a filmgyártás felé húz most a szívem. Nagyon élvezem, új feladatként élem meg, mi mindennapját. Nagyon izgalmas, nagyon színes, és most úgy érzem, hogy a sportom, ami a, ami a naturál testépítés és a, a filmezésnek ez a része is úgy kapcsolódik, olyan szervesen kapcsolódik egymáshoz, hogy most például a sorozat szerep, a főszerep, amiben most nagyon sokat láthat a, a, közönség, az például nekem íródott, de az már a fizikumom miatt talált meg. És most ez nyáron... egy tök menő dolog egyébként, nem? Ez Az ember konkrétan ez Abszolút. Ez, ez, az egyik leg, legnagyobb menőségem. És most nyáron Például most is éppen, most kezdjük forgatni. Ez egy amerikai produkció, egy amerikai filmet kezdünk most forgatni, amiről még nem beszéltek, de az is, egy, az is egy fantasztikus munka lesz, és ott is a fizikumomra épít a karakterem és ez még egy elképesztő lehetőség. Tehát ebben annyi, annyi, lehetőség van, és olyan bármelyik pillanatban bejöhet egy telefonhívás, hogy holnaptól már, nem tudom, a Maldívon forgatsz, és ez a film, és ez a lehetőség. Tehát, hogy ezek mind-mind nagyon izgalmas dolgok. Most efelé érzem, hogy efelé kell mennem, és efelé kell hajoljak, és efelé kell hajtsak. De jó, hogy a, hogy a karrierben is így egyrészt megtaláltátok a szerelmet. És Igen, bár ez a Maldív, megjegyődő. ez most új, remélem, hogy... <síns> hogy magával, majd... ugye, Akkor tájföld, most valamit. És én meg szeretném tőletek kérni, hogy mivel nagyon szeretném folytatni veletek a beszélgetést, de sajnos a végére értünk az internetnek, hogy költözzetek már léci hozzám pár napra, jó, mert, mert, én ezt még akarom hallani, és bízom benne, hogy nem csak a hallgatóink, de a nézőink is ugyanígy vannak vele. Egy óriási élmény, hogy itt voltatok, tényleg nagyon köszönöm nektek, és hát további sok sikert kívánok a karrieretekben is, és együtt is nektek nagyon sok boldogság. Nagyon köszönjük. Köszönjük a meghívást, fantasztikus beszélgetés volt. Köszönöm, köszönjük. szépen, örülök, hogy jól éreztétek magatokat, ti pedig nézetek minket Jövő héten is érkezik a Hashtag Nőféltár. A műsorszámot a NutriVersum támogatta. A képi anyagot a Snitman Pictures készítette.